Szép napot kívánok mindenkinek! A mai alkalommal a programozás terén már tovább lépnénk a ciklusok irányába, ahogy a múltkor már ezt említettem. És itt felmerült az, hogy az első feladatsorban, amit én megosztottam önöknek, a végén, tehát ugye itt vannak az elágazások, mert ugye éppen nagyon kiíratós dolgok voltak, amikkel eddig foglalkoztunk, meg számítási dolgokkal, és itt vannak ugye az elágazások, amiket megnéztünk az előző alkalommal, hogy hogyan lehet megcsinálni. Hát nem minden feladatot néztünk meg, mert itt a végén még vannak egyébként egészen érdekesek, de utána találnak egy véletlen számos részt, és arra gondoltam, hogy a mai alkalommal akkor egy kicsit ezt megnéznénk, és foglalkoznánk ezzel, és ugye ciklusokra szeretnénk igazából rátérni, aztán majd fogják látni, hogy miért lesz szükség nekünk a véletlen számos feladatoknál is esetlegesen ciklusra, tehát hogy tudjuk majd ezt hasznosítani, úgyhogy majd valahogy próbálom itt összeszűrni a dolgokat. Először is ugye itt a 31-es feladattól a 40-ig mindenféle olyan dolgot látnak, olyan feladatot, olyan problémát, amelyhez szükségünk lesz majd arra, hogy a számítógép majd véletlenül, úgymond tőlünk függetlenül, hogy így mondjam, generáljon bizonyos értékeket, hát számokat szokott generálni, tehát így számokat szoktunk generálni, és majd mindjárt el is mondom ennek a számgenerálásnak a elméleti részét egy nagyon picikét. És itt látnak például olyan feladatokat, hogy persze majd kell mondjuk háromjegyű véletlen számot generálni, vagy pedig egy bizonyos intervallumban szeretnénk számokat generálni, ez is elég gyakori egyébként, hogy ezt használjuk. Vagy van ilyen, ami mondjuk egész érdekes, hogy kockadobást kell generálni, hát ugye ez már a játékhoz tartozik, tehát ma már egyébként, amikor a számítógépet, a programozást nagyon gyakran használjuk játékfejlesztésre, hát ott ez a véletlen generálás elég gyakori lesz. Például ugye itt ez a kockajáték, amit mi is ismerünk, vagy lottószám generálás, ugye az is egyébként egy véletlen generálás lesz. Jó, tehát, hogy itt például lehet különböző játékokat is szimulálni, és hát egyébként meg sokszor egyébként azért használják ezt a véletlen számot, mert nem kell akkor bekérni a képernyőről mondjuk 100 értéket, hogyha én mondjuk egy olyan matematikai dolgot szeretnék majd itt a forciklusnál, és fogunk ilyeneket látni, komolyabb matematikai sorozatokat vagy műveleteket szeretnék elvégezni, hogy ahhoz mondjuk több értékre van szükségem, de most gondolják el, hogy mondjuk egyesével, ha én ezeket bekérem a képernyőről, ez nagyon hosszú ideig tart, ezért használjuk ezt a véletlen generálást. A véletlen számokról van egy ilyen viszonylag rövid leírás. Itt le is írja, hogy mire használjuk ezeket a véletlen számokat. Igazából hosszan nem szeretném már ezt mondani, hiszen elmondtam az előbb. Játékok szimulálására például, vagy sorsolásra, ugye majd ezt a lottószámosat azért még meg fogjuk nézni, és oktatásra, tehát milyen különböző oktató matematikai, vagy egyéb dolgokat szeretnék kiértékelni, bizonyos értékeket mondjuk, amire nagyon jó ez a lehetőség. És ugye tesztelési lehetőség is arra, hogy ha mondjuk sok adatot szeretnénk generálni, akkor ugye, hogy ne nekem kelljen ezeket mondjuk beírni egy fájba, vagy ilyesmi. Na akkor megyünk tovább, nézzük meg, hogy hogyan is lehet a véletlen generálás most a mi programnyelvünkön ebben a C-sharp nyelven elkészíteni. Hát ehhez is van egy úgynevezett objektum, most itt nem is az a lényeg, hogy szóról-szóra értelmezzék ezt a dolgot, hanem az lenne a legfontosabb ebben, hogy ezt a randomot meg kellene jegyeznünk, ez azért ismerős lehet, hiszen úgy az életben szerintem sokszor használunk ilyet, vagy találkoztak már talán ebből a kifejezésre, hogy random valami. Hát ez innen is ered, ugye ez egy idegen szó természetesen, és létrehoztak egy olyan objektumot, ugye ezt C-sharpban ilyen osztálynak nevezik, hogy random osztály, és ebből a random osztályból, hát itt most hosszan nem mesélem, hogy mi ez a kifejezés, de ezt majd meg kell jegyeznünk,
létrehozunk egy példányt. Ennek a példánynak van egy neve, az RND. Hát én RND-nek fogom hívni, ez azért is, hogy így akkor egyszerűbb legyen, hogy tudni fogják, hogy az RND az mindig a randomhoz köthető. Egyébként ez egy rövidítés, tehát ennek nincs jelentősége, ezt a nevet bármire átírhatják. Jó, tehát ez csak egy változó név, hogy mondjam most igazából egyszerűen. És ez a new, ez egy ilyen teljesen új dolog lesz önöknek, hogy itt a jobb oldalra is kell még írni ilyen különböző parancsokat, amiket eddig nem csináltunk. Ez a new, ez azt jelenti, hogy a memóriában foglalok helyet, ennek a, egy új helyet, úgymond ennek a random típusú objektum változónak, vagy példánynak, és utána még itt ezt ide kell írnom, hogy milyen típusú helyet foglalok, hát random típusút, mondjuk logikus, hiszen randomot hozok létre, akkor random típusú helyre van szükségem a memóriába. Hát ezt nézzék el, hogy ezt így kell csinálni. Szerintem ilyen értelemben viszonylag egyszerű, hiszen ugyanazt írom a jobb és a bal oldalra, tehát nekem ez annyira nem szokott gondot okozni, de meg kell jegyezni. Tehát ez mondjuk már egy bonyolultabb kódsor. A zárójelpárt pedig azért kell ide rakni, mert van olyan eset, amikor ide paramétert is írunk, de a random esetén ezt nem szoktuk csinálni, legalábbis én nem használom ezt a módszert, és ugye ennyi volt ez a dolog. Attól, hogy a programban majd ezt kötelezően persze létre kell hoznom ezt a RND típusú, hát most mondjuk így, hogy változó, vagy pedig egy példány, majd őt fogjuk használni természetesen később, de ezzel még nem generáltam egy darab véletlen számot sem. Jó, tehát ez a random típusú objektum, erre szükségem lesz, de így igazából nem fogok még, nem leszek kész még a véletlen generálással, hanem a véletlen generálást azt beépítem valamilyen folyamatba, hogy úgy mondjam. Most itt látják ezt a, tehát itt vannak leírva az utasítások. Egyébként itt magyarázza is, hogy hogyan lehet véletlen generálást létrehozni, de azt tudniuk kell, hogy ugyan meghívom én ezt az RND nevű objektumot, vagy változónak is szoktam én ezt mondani, bár ez nem változó, és egy pontot utána téve elő tudok hívni különböző függvényeket. Ugye a matematikai függvényeknél is már néztük a korábbiakban, hogy az is ugyanígy történik, hogy leírom, hogy a matematikai függvények közül, vagy objektumból szeretnék egy függvényt előhívni. Na most itt ugye arról van szó igazából, hogy előhívom ezt az RND objektumot, leütöm a pontot, és van neki többféle, majd fogják látni, amikor programozzuk, többféle lehetősége, de mi a next-et használjuk, mert a next utasítással egész értékeket tudunk generálni, csak egész számokat tudunk generálni, két intervallum között. Oda is írja a zöld ilyen dobozba, hogy ide kell beírni, hogy hát mekkora véletlen számokat szeretnénk kérni. Hát most igazából, hogy mekkora, ezt ő úgy érti, hogy ha mondjuk oda beírok egy darab számot, most mondok valamit, például 50, akkor 0 és 50 között fog generálni nekem véletlen számot, igazából egy darabot. Miért egy darabot? Mert minden esetben, amikor újabb és újabb véletlen számot akarok generálni, akkor mindig újra és újra ezt a next-et ugye meg kell majd hívni, tehát ha több számra van szükségem, akkor annyiszor kell ezt megcsinálni, ahányszor ez igaz lesz. Na most itt alul látnak egy példát arra, hogy én nem mondjuk 0-tól 50-ig szeretném ezt csinálni, tehát hogy nem csak egy számot írok ide, most itt egy példát éppen nem láttak, hanem kettő számot. Ugyanis meg tudom adni az intervallum kezdetét és a végét is. Tehát még egy olyan lehetőségem is van, itt látják, hogy le van ide írva nagyon szépen egyébként, hogy a 10-től egészen a 20-ig elkezdi a számokat, ugye hát ő majd véletlenül kiválaszt egyet a számítógép, tehát ezt én nem tudom meghatározni, hogy melyiket. Ugye ez a lényeg ennek a véletlen generálásnak. És az az igazság, hogy itt látnak egy furcsaságot, ide le is van írva még egy nyillal, itt ide nyilaszták, és ide van szépen írva, hogy a véletlen generálásnak még az egy nagyon fontos elem ennek a next-nek, amit használunk, hogy sajnos
A jobb oldali szélén, inkább úgy mondom a felső határánál, úgy mondjuk, hogy korlátos, vagyis nem lesz benne a 21. Tehát ha odaírják, hogy 21, a 21-et soha nem fogja generálni, és ezért van az, hogy nem 20-at írt oda, mert ugye itt látják, hogy a sor végén 20-as van, hanem 21-et azért, mert ő szeretné, ha a 10 és a 20 is, és a többi szám is benne lenne ebben az intervallumban, viszont ugye sajnos egyel meg kell pluszolni a felső határt. Na hát itt már jó pár szabályt ugye rögtön elmondtam, ne ijedjenek meg tőle egyébként, ha csinálja az ember, ezt meg lehet szokni, tehát hogy a felső határt ezt mindig egyel meg kell növelni. Itt alul ugye mondtam ezt, amit az előbb itt az 50-nél, hogyha ide egy értéket írnak be, akkor 0, és itt van a példa, 0-tól mondjuk most 9-ig, mert ugye 10-et írt ide a példában az illető, tehát 0-tól 9-ig fogja generálni a számokat, tehát ez a lényege, hogy a bármelyik szám lehet, tehát ha egy számot írok, akkor 0 az alsó határ, ez automatikusan így van. Ha negatív számot szeretnének, azt is lehet, hát akkor mínusz előjellel írok egy alsó határt, és plusz előjellel, vagy akármi, vagy a nullát odaírom. Tehát negatív számok esetén mindenképpen két értéket kell oda felírni, egy negatív értéket is, aztán egy nulla vagy pozitív értéket, ugye, amit szeretnénk csinálni. Jó, tehát ott azt meg kell adni. Jó, ezek az egész értékek generálása. Na, de az a csodálatos dolog, hogy még egyébként több számot is lehetne. Ezt csak röviden mutatom meg, mert meg kell őszintén vallanom, hogy ezt nem fogjuk nagyon csinálni itt ezekben a példákban tört számot. Hát van, egyébként van ilyen feladat, hogy tört számgenerálás, de ezt nem fogom önöknek csinálni. Igazából ennek olyan jelentősége van, hogy ha esetleg szeretnék ugye nem egész értéket is random valamire felhasználni, de hát ez tényleg nagyon-nagyon ritka, akkor az a lényeg, hogy egész részt kell generálni, és az egész rész után, tehát mondjuk generálok a next-tel egy egész számot, és hozzáadok egy next double-ös értéket. Azt kell tudni, hogy a next double, ugye ezt az alsót szoktuk mi használni, az mindig 0 és 1 között generál. Azt kell tudni, hogy ez egyet nem éri el, ugye megint az, hogy fölülről egy korlátos intervallum. Ugye ez egy furcsa, hogy itt szögletes zárójel, meg kerek zárójel van. És az a lényeg ennek, hogy nem kell semmit beírni a next double után a zárójelbe. A zárójelpárt oda kell rakni, mert ez egy kötelező elem. Viszont nem fogunk semmit sem beleírni, jó, ez egy szabály, azért, mert ő mindig 0 és 1 között fog, de az 1 nem lesz benne, tehát egy 0 egészes értéket fog generálni, vagyis ez lesz a tizedes tört rész, és amikor készen vagyok egy next double-lel, azt mondom, hozzáadom egy egész értékhez például, és akkor már mindjárt kaptam egy ugye, olyan értéket, aminek a vége tizedes jegyű. Jó, itt azt írja, hogy maximum 15 jegyig tud generálni, ez azért van egyébként, mert a double típus az 15 számjegyig képes ugye a számokat tárolni, egyébként ennek ez az oka. Jó, hát erről így hosszan nem szeretnék beszélni, itt ugye ír különböző lehetőségeket, hogy lehet még itt játszani vele. Én úgy szoktam csinálni, mondom, hogy egy egész értéket generálok, egy plusz jellel hozzáadok egy next double-t, egy next-hez, és akkor már mindjárt kaptam egy olyan számot, ami már nem egész a vége. Jó, hogyha erre van szükségem, de nagyon-nagyon ritka használom. Jó, és akkor hát itt még van ilyen, hogy lehetne a véletlen számot fix kezdőértékkel is generálni. Hát például, hogyha ide beírom a random létrehozásakor 5, akkor ebben az esetben mindig 5-tel kezdeni az értéket, tehát például, hogyha beírom, hogy 10, akkor nem nullától indítaná. De ugye alapeset az, hogy mi nullától indítjuk a randomot, én ezzel nem szoktam ezzel sem játszani, általában ide nem írok semmit, és igazából ez nekünk nem szokott problémát okozni, tehát csak tudjanak róla, hogy van ilyen lehetőség is. És akkor igazából itt fel van téve néhány kérdés, ezt csak azért mutatom meg, mert ha valakinek elküldöm ezt a PDF-et, hogy hogyan is csinálnak meg, de majd mindjárt megnézzük, hogy na, akkor hogyan generálnánk például véletlen kockadobást, vagy lottószámot, vagy bármi ilyesmit.
Ma nem, de a következő programozási alkalmunkon igen. Tehát a következő videóban majd szeretném azt is fölvenni, ez nagyon érdekes lesz, hogy random színt például hogyan tudok generálni, és majd színezni is fogunk bizonyos dolgokat, és nem árulom el ezt a titkot, de a lényeg, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy például lehet szám segítségével különböző dolgokat generálni, színt, akár még szöveget is lehet, de most ebbenek a mélységében nem megyek bele, csak tudjanak róla, hogy azért attól, hogy a véletlen szám az valóban csak egy szám, sőt, egész érték, na attól függetlenül még nagyon sok mindent lehet vele csinálni. Jó. Amire még szükségünk lesz a mai alkalman, a ciklusok, mert hogy ma már majd szeretném a véletlen szám generálást is mindjárt megnézzük gyorsan egy nagyon egyszerű példában, de már rögtön a véletlen számok kapcsán én gondoltam, hogy csináljunk olyat, aminél több véletlen számot kell generálni, és ahhoz, hogy többször ismételjünk valamilyen lépést, ugye mondtam azt, hogy ezt a next-es történetet, ezt annyiszor kell majd oda leírni, hogy rnd.next valami, ahány számot szeretnénk generálni, és hát ugye nem úgy szoktunk programozni, hogy egymás alá több sorba beírjuk ezt, hanem vannak ilyen ismétlődő szerkezeteink, vagyis ciklusaink, amelyeknek a belsejébe, ugye ide van írva egy ismétlődő kód, ha a belső részébe berakok egy kódsort vagy kódot, akkor azt annyiszor fogja lejátszani, megcsinálni, ahányszor ugye megadom neki. Na hát van ez a leggyakoribb ciklus, amit használunk, ez a for ciklus. For ciklus egyébként egy számláló típusú ciklus. Ez igazából azt csinálja, hogy én mondok neki egy számot, egy értéket, és annyiszor fogja lefuttatni azt a dolgot, azt a kódot, amit oda beleírok, ahányszor én azt mondom neki, hogy futtasd le. Tehát igazából, itt megmutatom itt a szerkezetet gyorsan, majd fogják látni egyébként, hogy ez hogy néz ki. Ugye az egy dolog, hogy ugye forral kezdem, hiszen ez a neve a ciklusunknak, mint az if-nél, ugye annak is volt egy ilyen if nevezetű neve, és zárójelet kellett ott is utána írni, mert itt is ez a szabály. Viszont három részt kell beraknunk a for ciklus szerkezetében kötelezően, tehát ebbe a felső részébe, mert ez mind a három rész meghatározza a ciklusunknak a működését. Ugye itt rögtön van egy ilyen változó létrehozás, ezt azért csak felismerték, remélem, hogy az intig egyenlő valami, az konkrétan azt jelenti, hogy én létrehozok egy egész értékű változót, aminek az a neve i, és adok neki egy kezdő értéket, jelen esetben nullát, de ugye ez lehetne egyébként más érték. Aztán teszek egy pontos veszőt, ez fontos egyébként, hogy ezt mindig pontos veszővel kell elválasztani, itt más nem fogad el a rendszer. És utána jön egy vizsgálat, ezt úgy nevezzük, hogy feltételvizsgálat, ez ugyanolyan, mint az if-nél is volt feltételvizsgálat, azért néhányat ott is megmutattam már. Hát ott meg azt csináljuk, hogy az if és valami feltételvizsgálat, és ha igaz tudják, akkor valami történik, ha hamis a feltétel, akkor meg más történik. Ugye lehet ugye kétféle, vagy többféle kimenete is annak az elágazásnak. Na most itt arról van szó, hogy az i-t vizsgálja meg, ami ide van írva, vagyis megnézi ebben az esetben most, hogy az i elérte már a 10-et, vagyis hogy kisebb-e, mint 10. Mert hogyha kisebb, akkor mi történik? Na akkor történik az, amit itt nem látnak leírva, hogy ez a kód, ez lefut, vagyis belelép a ciklus a belső részbe. Ugye miért mondom, hogy belső rész? Azért, mert kapcsolzárójelek között van ez a rész, és minden, ami két kapcsolzárójelek között van, az ugye, hát most ezt úgy nevezük, hogy egy belső rész, vagyis ide belelép, mint az if-nél is ugye van egy ilyen belső rész, ami le fog futni, hogyha ez hamis lenne, ez a feltétel már, tehát az i, az már elérte volna a 10-et, vagy nagyobb lenne, akkor nem futna le ez az ismétlődő kód, vagyis nem ismételne a ciklus. Jó? És aztán, mikor lefutott ez a belső kód, amit ide írtam, mert most ugye nincs ott semmi, akkor
akkor átugrik a ciklus működése erre a harmadik egységre, mert ugye mondtam, hogy három dolog történik, és akkor az történik, hogy az i-t megnövelem egyel. Mondtam, hogy fogjuk használni majd ezt a plusz-plusz operátort, az azt jelenti, hogy hozzáadok az i-hez egyet. Hogyha az i-t növelem egyel, az pontosan olyan, mint amikor számolok ugye az ujjaimon. Ugye, önök is biztos csinálták azt, hogy matek órán, vagy nem tudom akármikor, számolgattam, vagy most is csinálják, hogy számolgatnak valamit az ujjukon. Azt is úgy szoktuk csinálni, hogy többnyire, hogy egyesével mindig egyet több ujjat kinyitunk. Na hát én ezt erre szoktam hasonlítani, hogy azt mondom, hogy így beállítok az i-nek nullát, akkor bezárom a kezemet, és amikor túljutok ide a harmadik részre, akkor kinyitok egy ujjat, mert hogy hozzáadok a nullához egyet, és a következő futásnál, amikor így ugrik egyet a ciklus, és ide jön a középső részhez, és megvizsgálja, hogy az i-nek éppen mennyi az értéke, kisebb, mondjuk, mint 10, akkor igen, mert a most jelenleg egynél tart az i értéke, és ugye az még mindig kisebb, vagyis lefuttatja a benne lévő kódot. És így megy tovább a dolog. Na most természetesen ezt a középső részt, ezt azért máshogy is meg lehet írni. Például az egyenlőségjelet, ha kiteszem ide, akkor a tizet is el fogja érni a ciklus. Tehát olyat is lehet csinálni, hogy azt mondom, hogy még a tizet is elfogadom, de már a tizenegyet nem fogadom el. Jó? Azt szeretném még gyorsan elmondani, majd önök nagyon gyakran fogják látni, hogy miért nullától indulunk a for ciklussal. Még lehet, hogy ha nem is ma, de a következő alkalommal még lehet, hogy erre is sor kerül, meg fogjuk ezt érteni. Hogy azért, mert nagyon sok esetben a programozásunk során nekünk nullától kell elkezdeni számolni. Hát az a faramuci helyzet van, hogy a programban vannak olyan szerkezetek, hát például majd a tömbök lesznek ilyenek, vagy egyébként egy stringnél is erről van szó. Szóval ma fogunk majd még tanulni a szövegkezelésről is. És minden elemének, egy tömbnek, egy szövegnek, minden részének van egy sorszáma. Egy indexe, úgy mondjuk egyébként. És azok a sorszámok vagy indexek, ezek ilyen megállapodás alapján, programozás terén mindig nullától indulnak az indexek. Tehát soha nem úgy van, hogy az első érték, ami benne van mondjuk egy tömbben, az soha nem az egyes indexel indul a programozásban, hanem mindig a nullával. Ez a nulla, ezt nagyon szeretik a programozásban, ugye az a számrendszereknek egyébként a legelső száma, bár mi ugye laikusok nem nagyon használjuk a nullát, hát jó, leírjuk persze, mert hogy a számok végére leírjuk, vagy nem tudom. De alapvetően nem nullától szoktunk elkezdeni számolni, hanem mondjuk egyel kezdünk el sorszámozni. Igen ám, de mondom, ennyit jegyezzenek meg, legyenek szívesek, hogy a programozásban az a szabály, hogy a nulla is egy értékes számjegy, és ezért nullával kezdünk el számolni, és ezért van az, hogy a for ciklusnak a első száma az alap esetben nulla, ezt át lehet írni bármire, egyébként bármikor át lehet írni, át is szoktuk bizonyos esetekben, és természetesen ezt is át lehet írni, tehát ez sem szabály, hogy csak ezt lehet ideírni, kisebb, mint 10 vagy ilyesmi, hanem ez ugye változtatható természetesen, mindig a mi ízlésünknek és a szükségünknek megfelelő. Jó, hát itt most elmondtam egyébként ugyanezt, hogy a kulcsszó után, a for kulcsszó után milyen zárójeles részek vannak, és hogy az a zárójelben lévő részek azok mire valók, hát ez volt a lényeg, tehát itt most látják leírva is, ezt nem olvasom fel. Még van kettő ciklusunk, és akkor gyorsan egy-két mondattal beszélek róla. Én örülnék, hogyha egyetlen egy példát majd megnéznénk a Vájt ciklusra is, mert egyébként vagy a Dubájra is. Egyébként ezek nagyon hasznos ciklusok, úgyhogy próbálok majd azért egyet-egyet mutatni ilyet is. Ugye arról van szó, hogy nem csak számláló ciklus van a C#-ban, mert a számláló ciklussal egy baj van. Ő csak számolni tud, most csúnyán mondtam. Tehát ő csak mondjuk visszaszámol olyan értelemben.
megadom, hogy hányszor fusson le valami, és akkor semmi más nem tudok megadni, csak azt, hogy mettől meddig menjen a számlálás, és akkor ő számol. És miközben ő számol, a közben végzi a feladatát, és ennyi. Tehát, hogy tényleg ő ennyit tud. Nagyon hasznos, és nagyon sok mindenre használjuk, és nagyon fogják majd szerintem, aki használja, szeretni, megismerni, de nem mindig jó nekünk ez. Vannak olyan esetek, amikor a ciklusunknak akkor szabad lefutnia, amikor van egy adott feltételünk, és ha az a feltétel teljesül, akkor ismételnie kell valamit, ha nem teljesül, ez olyan, mint egy if, csak az a különbség, hogy a ciklus az ugye nem egyszer fut le, hanem többször. Ugye mondtam abban a feladatban, a videóban is, hogy jó lenne, ha ott a zöldségstandnál meg tudnánk kérdezni aki megy vásárolni, hogy szeretne még vásárolni. És a forciklusban ezt nem tudjuk megadni, mert előre én nem tudom megmondani, hogy ő hány gyümölcsöt vagy zöldséget szeretne vásárolni, tehát ez butaság lenne, ott nem használhatok forciklust, viszont vájciklust használhatok, mert ott megkérdezhetem előtte, hogy szeretne vásárolni, hogyha itt a feltétel igen, mondjuk azt írja be a felhasználó, hogy igen, szeretnék, megvizsgálom, amit beír, ha ez igen, akkor ugye újra visszadobom, és akkor vásárolhat, most mondok valamit. Ha megint megkérdezem, és megint azt mondja, hogy igen, akkor megint vásárolhat, jó? Tehát itt a vágyciklus csak annyiban mutatom most meg önöknek, hogy ott konkrétan be lehet írni egy feltételt, egy bármilyen kérdést föltehetek, hogy ez vagy az igaz-e, és hogyha az a dolog igaz, akkor ismétlek, ha nem igaz, akkor nem ismétlek. A vágynak két lehetősége van, az egyik az, amikor először megkérdezem, hogy igaz a feltétel, mondom, ez olyan, mint egy if egyébként, és akkor lefuttatom a benne lévő kódot, csak az a különbség, hogy a why mindig visszaugrik ide, tehát az if az nem ugrik vissza fölfelé, mert ő nem ciklus. A why az mindig visszaugrik, és ha a feltétel másodjára is igaz, akkor másodjára is lefut a kód, tehát ez így pörög. Van egy olyan why ciklus, ami a do while, ugye az a különbség, hogy először azt mondja itt, hogy do, vagyis csinálj valamit, aztán ő megcsinál valamit, amit ide írtam. Ez mindig lefut, jó? Azt kell tudni, hogy a do után lévő rész, ez egyszer tudja, hogy le fog futni. Tehát minden olyan helyzetben, amikor egyszer biztosan valamit le akarok futtatni, akkor a do while-t szoktam használni. És a while az mindig a végén van, tehát itt valamit csinálok, és hogyha a why-ban lévő feltétel megint igaz lesz, tehát itt mondjuk megvizsgálok valami bármit, amit szeretnék megvizsgálni, akkor visszaugrik a dura, és újra megcsinálja ezt az ismétlődő kódot, és újra megvizsgálja a feltétel, és ha igaz, megint visszaugrik. Na most mondom, a különbség az az, hogy a durész az egyszer lefut. A felső why-ciklusban lehet, hogy soha nem fut le a kód. Azért, mert hogyha ez a feltétel sosem lesz igaz, mondjuk pont éppen úgy alakul abban a programban, hogy nem igaz, akkor soha nem fogja lefuttatni ezt a kódot. Ezt akkor használjuk, hogyha mi azt szeretnénk, hogy egy bizonyos dolog csak akkor történjen meg, hogyha valami feltételnek teljesül a dolog. Hogyha nem szeretném, akkor do while-t használok. Tehát, bocsánat, hogyha szeretném, hogy egyszer lefusson a elnézést, akkor do while-t használok. Na, erre mondok gyorsan egy példát, hogy értsük, miről beszélek. Például van egy ilyen feladat, hogy kérjünk be a képernyőről mondjuk egy páros számot, és utána azzal valamit szeretnék csinálni. És én kiírom a felhasználónak, hogy páros számot szeretnék bekérni valamiért, és ő nem páros számot ír be. Tehát, hogy nem jót ír be, de én mondjuk a páratlannal nem tudok mit kezdeni, mert nekem minden áron páros szám kell. Nem csinálta jól a felhasználó. Akkor mit csinálok? Beolvasom először az ő számát, amit ő beír, tehát ide beírom a dura, hogy a beolvasást. És aztán megvizsgálom, hogy páros-e a szám. Hogyha nem páros, most úgy értve, hogy mondjuk páratlan, akkor így mondanám, mert akkor az lesz a feltétel, hogy ha szám páratlan, akkor mit kell csinálni?
újra visszamegyek az elejére, és megint közlöm vele, hogy akkor írj be egy páros számot. És ezt annyiszor csinálom meg, amíg nem hajlandó normálisat csinálni. Hát ugye ezt a gyerekekkel mondjuk, ha megcsinálnánk egy ilyen programot, az órának biztos nagyon örülnének, hogy ők próbálnak ott kitérni a lehetőség vagy a válasz elől, és addig, amíg jó válasz nem jön be a gyermek, addig visszadobálom, mondjuk szórótáblát tanítok neki, és addig, amíg el nem találja a jó megoldást, addig vissza és vissza és vissza, és annyiszor, ahányszor a jót be nem írja, mert ha meg már a jót beírt, akkor tovább lépek a ciklus után, és már nem fogom újra bekérni. Tehát a dovájt az például egy ilyen helyzetben szoktuk használni, ez erre mondjuk ez a jellemző rá, hogy több mire azt ilyen esetben használjuk például. Jó, úgyhogy ezt a két ciklus szerettem volna, és hát ez három valójában megmutatni, és nézzük meg, ebben az egyes feladatban jó, ha már véletlen számról beszélünk, akkor egy picikét a véletlen számokkal kapcsolatosan a ciklust is, meg egyáltalán a véletlen számot. Azt mondja, a Visual Studio gyorsan elindítom, mert én még nem indítottam el, és mindjárt megnézzük, hogy akkor melyik projektet és melyik feladatot csináljuk meg. Mondjuk nekem ez a három jegyű véletlen szám is nagyon tetszik, majd az lesz, hogy úgy fogom elnevezni a projektet, itt közben a konzolra megyek, mert van itt egy csomó minden néha megnyitva nekem. Na nézzük, azt mondja, hogy mondjuk azt mondom, hogy véletlen számok. Ugye ékezetet nem szoktam használni, mert az nem tesz jót, egyébként nem mindig fut le. Én már jártam úgy korábbi Visual Studio-knál, hogy nem szerették az ékezetes betűket, és bizonyos karaktereket sem szerettek. Gyorsan itt választok egy mappát, csak hogy ide az asztalra mentsen, ne vesszen el a munka. És akkor menjünk tovább. És itt most a véletlen számokkal kapcsolatban néhány dolgot jó, így megnézzünk, olyat is, amihez majd ciklusra is szükségünk lehet. Na, a következő dolog van. Hát itt fölőre nem írunk semmit, ugye itt most ez egy olyan program, hogy ott nem lesz arra szükség egyáltalán. És a mindent a mainbe ugye csinálunk, mint eddig is. Na most itt látják azt, én közben itt az előző videókhoz képest most egy úgy látszik, hogy másik Visual Studio-t nyitottam. Igen, mert ez már egy újabb dolog. Itt látnak egy toolboxot, ezt azért megmutatnám, önöknek is van toolboxa egyébként, csak mondom, hogy ha valaki tényleg használja ezt a Visual Studio-t, és azért még mielőtt tovább mennék, ezt szeretném megmutatni, a View-nál itt fölül elő tudják hívni ezt a toolboxot, ilyen bőrönd jele van, és ha egyszer rákattintanak, kinyílik. Sőt, itt ugye meg lehet azt csinálni, hogy ezzel az Auto Hide-on, hogyha itt ezt leszúrják ezt a tűt, akkor ez fixen itt marad. Hogyha pedig megnyomják ezt a kis tűt még egyszer, akkor pedig összezáródik, de itt van. Aztán, ha rákattintanak, akkor kinyílik. Én kiszoktam ide rakni fixen, mert én szeretem, hogyha ez az ablak itt van. Mire jó a toolbox? Képzeljétek el, hogy nagyon egyszerű módon ide olyan parancsokat, amelyek önöknek gyakran kellenek. Például nekem a read key az nagyon fontos, ez a konzol read key, és lusta vagyok leírni rendszeresen ide, ezért ide bekattintok mondjuk a program egy pontjára, és akkor innen a toolboxból dupla kattintással előhívom, és nézzék meg, jelent a read key. Jó, hát most ezt ide kívülre rakta, nincs jelentőség, ezt most bejebb rakom, de így nagyon egyszerűen elő tudok hívni parancsokat, és nem kell újra és újra begépelnem. Na, ezt nagyon szeretem, főleg, hogy én nekem már viszonylag hosszú parancsoraim is vannak, és néhányat már elmentettem, amit gyakran használok, most nem fogom ezeket végig mutogatni önöknek. De hogyan lehet ide elmenteni parancsot? Most mondjuk írom ezt a konzol write line-t, amit igazából, vagy write-ot, jó, az úgy sincs ott egyébként, tehát konzol, write, és bocsánat, hogy ezzel húzom az idejüket, de szerintem ez egy nagyon érdekes és hasznos dolog, ami jó lehet. És akkor ezt én ide most megírtam. Az nem tetszik itt igazából neki, hogy
nem írtam ide be semmit, és hogyha ugye beírnak mondjuk bármit, mondjuk a pirossal azért húzta alá, mert hát nem tudja, mit írjon ki, üresen hagytam, és ezt ő nem szereti. Jó, tehát, hogy most beírtam két idézőjelen, de nem írok bele semmi szöveget. Ezt a kódot, ha kijelölik, megfogják az elérrel, és ide ráhúzzák a toolboxra, akkor megjelenik. Jó, annyit ki kell jelölni azt a sort, például, amit szeretnének. És ott van. És innentől kezdve legközelebb, hogyha szeretnék behívni, akkor dupla kattintással ott, ahol áll a kurzor, oda beilleszti. Nagyon jó. Úgyhogy ezt én javaslom egyébként, hogy használják bátran. És most ugye legyen az a feladat, itt közben azért kinyitom ezt a véletlen generálás, nem fogjuk végig megnézni. Jó, ezt a háromjegyű véletlen számot megmutatom azért, hogy mitől lesz ő háromjegyűnek, hogy ezt én honnan tudom ezt így megcsinálni. Ezt mindenképpen szeretném megmutatni. És utána, mondjuk ez is egy érdekes, a véletlen páros, meg a véletlen ötter osztható. Én most az ötter oszthatót fogom majd megmutatni, jó, hogy hogyan kell ezt megcsinálni, hogy ez még ráadásul öttel osztható is legyen. És akkor utána megnézzük a, ma még a kockadobást, vagy lutóhúzást, jó, az még úgyis érdekes önöknek, és akkor ma ennyit fogunk nézni ezzel kapcsolatban. Na, a következő a helyzet. Három jegyű véletlen számot hogy tudok generálni? Egyrészt most ezeket a szuper write-okat itt kiszedem, igazából meghagyok egyet, mert majd kell úgyis. Szükségem van egy random változóra, mert különben nem tudok véletlen számot generálni. Én úgy szoktam csinálni, hogy a random változót ilyenkor a sor elején megcsinálom, és akkor mindig RND-nek nevezem el, hogy ne legyen ebből félreértés, hogy tudják, hogy ez micsoda, new random. Zárójelpárt sajnos nem írja ki magától, ezt nekem kell leírni, és így készen vagyok. Tehát, hogy igazából ennyi a random számnak a létrehozása, hogy így mondom, nem random számnak, hanem random objektumnak, vagy változónak létrehoztam. És most arra lenne, az lenne a feladat, hogy ki kellene majd írnunk a képernyőre egy olyan számot, ami három jegyű. De csak egyet, jó? Tehát most ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog lesz. Akkor létrehozok, ha ez egész lesz, jó? Egy int típusú értéket, aminek az lesz a neve, hogy három jegyű. Most nem írom ma oda egy szám, de persze szám. És rögtön egyenlőségjellel el is kezdem generálni. Jó, tehát ezt most gyorsan csináljuk, és akkor utána kiírjuk, és akkor igazából ennyi lesz. Tehát a három jegyű véletlen számot úgy fogom generálni, hogy meghívom az RND-t, mert ugye az RND segít nekem, hogy meg tudjam hívni a next-et. Jó, ez azért van, mert a random osztály tartalmazza a next függvényt vagy eljárást, és akkor ide majd, hát igazából ez egy függvény, ide majd a zárójelbe be kell írnom, hogy mi lesz ez a két érték, ami között generálni fogom azt a három jegyű számot. Most gondolkodjunk rajta. Mitől lesz egy szám három jegyű tuti biztos? Hát úgy, hogy az első három jegyű szám az én ismereteim alapján az a 100-as, ugye? Mert a 99 az még két jegyű, de már a 100 az három jegyű, ide leírom, hogy 100, ez az alsó határ. És vesszővel a felső határ egy nagyon aranyos, mert ki is írja, hogy kellene egy, van egy min értéke, egy minimális értéke, egy legkisebb értéke, és kellene egy maximális, vagyis egy, de az a baj, hogy nem írja oda, hogy a maxot az plusz egyenek kéne növelni, ott van egy angol szöveg egyébként ilyen szempontból. Ide leírja, hogy a maximális értéknek ugye nagyobbnak kell lenni, mint a minimális értéknek, de nem írja oda, hogy növeld már meg egyel, mert az korlátos fölülről. Mindenesetre mi tudjuk, mi a legnagyobb háromjegyű szám, ugye én ezt most magamba megbeszélem, mert most nincsen senki itt velem, a 999. De azt egyel meg kellene növelnünk, mert ugye nem lesz benne a 999, ha én ezt ide leírom, ezért én ezret fogok írni, jó? Azért írtam tehát ezre, mert a 999 lenne ugye a felső határ, de ugye ezt meg kell egyen növelnünk.
Na, az történik, hogy ebben a sorban generáltam egy háromjegyű nevű egészértéket, vagy bocsánat, létrehoztam egy változót, elnézést, generáltam bele egy háromjegyű értéket, ez igaz, de nem tudom persze, hogy milyen értéket, hiszen ez véletlen. Valamit generálta a program. Ki kellene iratni, hogy lássuk. Jó? Hát itt most bright van, most nincs jelentősége ennek a dolognak. Azt mondom, hogy a következő szám egy véletlen háromjegyű érték, mondjuk például, és akkor ide fogok most egy számot beírni, ugye a számom az a háromjegyű szám, és akkor így hivatkoznom kell erre a változóra, de erre a változóra sokféleképpen tudok hivatkozni. Az egyik variáció, amit én jobban szeretek ma már, mint más, hogy teszek ide egy kapcsoló zárójelpárt, ide beírom, hogy nulla, de most már értik, hogy miért nullát írunk, azért, mert mindig az a legelső érték, ugye, ezt már az előbb elmondtam, tehát azért nem egyel kezdene sorszámozni ezeket a helyeket, hanem nullával, mert ez a legelső. Teszek ide egy vesszőt, és ide fogom beírni azt az értéket a vesző után, amit ide meg kell hívnom, tehát a háromjegyű értéket. Hát ez egy változója. Jó, tehát ennyi, hogy létrehoztam egy változót, generáltam benne egy darab számot, ez csak egy darab, és ezt én most kiíratom a képernyőre, és annyi, hogy most write-ot használtam, igazából ez azt fogja tenni, hogy a kurzor nem ugrik át a következő sorba, de én ezt most itt hagyom egyelőre, nincs most jelentősége, ha lefuttatom, hanem a szám mögött ott fog villogni a kurzor, és igazából ennyi. Na nézzük meg, mert ez most túl sokat beszéltem már róla, és nézzük meg, mit csináltunk. De az történik, ha lefutna, jó, lassan lefut, hogy nekem itt a 909-et generálta, hát ez egy háromjegyű szám, most ez ekkorát generált. Hát most lehet, hogyha következő futást csinálok, vagy ezt éppen önök most megírták, akkor önöknek nem 909-et generált, hát pont ez a szép benne, hogy teljesen mást fog generálni. Most még egyszer lefuttatom, már kicsit gyorsabban, 622, jó? Akárhányszor lefuttatom, elméletileg más számot kapok, és ez igaz is. Egyébként annyit elmondanék, hogy az idő telik a számítógépen és a gépidőből generálja, de most ezt nem megyünk ebbe bele, hogy honnan generál a számokat, tehát a processzornak a gépidejéből, meg a sebessége, meg csomó minden meghatározza, nekünk nem számít, tehát nekünk teljesen mindegy, hogy honnan szedi ezt a számot, csak valahonnan generálja. Jó, tehát ennyi, látták, hogy háromjegyű számokat generáltam, és akkor most ez az első feladatunk ilyen értelemben készen van. És van még egy, és azt ugyanide fogom egyébként írni, ezt itt hagyhatom, hiszen ez végül is senkit nem zavar, hogy ez a számgenerálás itt van, annyi, hogy följebb húzom egy sorral, hogy jobban nézzen ki. És akkor a következő feladatot, azt pedig alá fogom majd tenni. Arról van szó, itt közben már keresem, hogy hol a feladatlap, megvan. Én ezt a 35-ös gondoltam most így. Azt mondja a feladat, hogy a 100 és 200-as tartományból kellene generálni, tehát majd az intervallumunk a 100 lesz az alsó határ, mint az előbb, és 201 lesz, ugye? Miért? Mert hogy a 200 benne legyen a tartományban. Egy 5-tel osztható, hát most persze egész számot fogunk. Tehát még nem elég az, hogy generálok egy számot, hanem még ennek 5-tel oszthatónak is kell lenni. Ugye ilyenkor azért úgy szoktam a diákokat megkérdezni, hogy biztos vagy te abban, hogy ha generálok egy számot, az 5-tel osztható lesz. Az előző példa azt mutatta, hogy tuti, hogy ez 5-tel osztható lesz. Sajnos ezt nem tudom megadni neki, hogy már pedig te 5-tel osztható számot generál. Ilyen nincsen, ilyen lehetősége. Hát ezt külön le kell vizsgálni. Jó, tehát sajnos, vagy nem sajnos, ez egy azért lesz bonyolultabb feladat, mert ugye le is kell vizsgálnom, hogy 5-tel osztható-e a szám. Tehát ez még fontos dolog. Na nézzük meg, hogy történik ez az egész.
Tehát most ide kiírok a Fonzold Wright lányoknál, ugye CB tap-tap, tényleg ezt nem tudom, mutattam-e már önöknek. És akkor itt annyi, hogy itt nincsen Wright line, úgyhogy én annyit csinálok, hogy bocsánat, ide beírom, mert az a baj, hogy ott maradna a kurzor a végén, és akkor az nem lenne túl szerencsés. Tehát ki fogok írni egy olyat, sőt, még egy backslash-ent is írok, hogy legyen itt egy sortor is, egy plusz sor, mert különben egymás alá írja, az meg lehet, hogy zavaros lesz. Itt ugye azt szeretném, hogy a következő szám egy ötten osztható érték mondjuk. Most nagyon büszke vagyok magamra, mert ide egy öttel osztható értéket fogok írni, és ide write-ot teszek. Jó, hogy a végén villogjon a kurzor, és oda írja ki. Ide meg egy szó közt. És ide kell majd nekem kiírni a számot. Még nincs kész, csak mondom, hogy majd ide kell nekem kiírni egy öttel osztható értéket. Na most generáljunk egy másik számot. Azt mondom, hogy int ottel osztható. Gyönyörű szép nevet adtam neki, ugye? Milyen kis rövidet. Egyébként hívhatják szám egy, szám kettőnek is, csak így tudjuk, hogy mit akarunk. Azt szeretnénk, hogyha ez az öttel osztható szám, ez ugye random legyen. Tehát az első dolog, amit kell csinálnunk, hogy generálunk egy random értéket, RND-nek-szel ugyanúgy, mint az előbb. És azt mondjuk, hogy 100, mert az előbb ott volt a feladatban, vesző 201. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy azért kell 201, hogy biztosan a 200 is benne legyen az intervallumban. És ezt a számot most ki fogom iratni. Itt write van, tehát a végén fog villogni. Ide nyugodtan írhatok console write line-t, mert utána szeretném, ha sortörést csinálna. És akkor ide mit csinálok? Ja, nem is így csinálom, csak kiírom azt, hogy ott elosztható. Ezt az értéket szeretném csak kiírni. Jó, most nem kell ide semmi szöveg, hiszen a szöveget azt már ott kiírtam. A kurzor ott marad a write végén, mert ugye nem dobott sort. Várja, hogy én kiírjak majd valami értéket, és egy öttel osztható számot fogok kiírni. Na nézzük meg, hogy öttel osztható ez a szám. Kíváncsi vagyok rá. Ugyanis véletlen lesz. Hát, én nekem 121-et generált most jelenleg ez a random. Hát ez rossz ez a random, nem? Hát mit képzel magáról, mi az, hogy nem osztható öttel, bozasztó. Hát, mi a probléma? Az a probléma, hogy egyáltalán nem biztos, amit már mondtam önöknek, hogy öttel osztható számot fog generálni, hiába írom én azt oda. Ezért meg kell vizsgálnunk a számot. És akkor mi van, ha megvizsgáljuk? Mi történik? Semmi. Kiírjuk, hogy nem találtunk ilyen értéket? Hát ez nem jó. Addig kellene generálni ide egy öttel osztható számot, amíg öttel osztható nem lesz. Nem tudom ki az, aki egy kicsit érzi már ezt a dolgot, hogy mit is mondott a nem. Addig kell valamit csinálni, amíg jó nem lesz, akkor lehet, hogy ciklust kellene használni. Tudom én, hogy hány futású lesz ez a ciklus, hányszor kell nekem generálni számot, hogy ott elosztható legyen? Meg tudom ezt előre mondani? Fogalmam sincs. Ezért melyik ciklust fogom használni? A for ciklust, ahol meg kell mondanom, hogy hány futású lesz? Nem. Rögtön beleugrunk önökkel egy while ciklusba, jó? Tehát rögtön találtam egy olyan feladatot, amit nem tudunk for ciklusra megcsinálni, de ciklus nélkül se tudjuk megcsinálni. Ne ijedjenek meg, azért nem annyira katasztrofális, de legalább most kipróbáljuk, hogy ez mi lesz. Eddig nagyon jó vagyok, ez a rész, ez tökéletes lesz, hogy öttel osztható érték. Addig is nagyon jó vagyok, hogy ezt az öttel oszthatót létrehoztam. Most itt egy picikét csúnya leszek, jó, mert ezt az int öttel oszthatót innen kimásolom önök előtt, itt ne haragudjanok, közben itt mást nyomtam. Jó, ezt kimásolom. Nem törlöm ki természetesen.
és ide beillesztem, mondom, mit csináltam. Létrehoztam ezt az int összeoszthatót, ezt most gyorsan visszatörlöm, de nem rakok bele semmilyen értéket. Jó? Tehát üresen hagyom. Miért? Azért, mert ezt a random generálást, ezt nekem mibe kell megcsinálnom? Egy ciklusba. Mégpedig milyen ciklusba? Dubáj ciklusba. Na, még ez is. Nem elég nekem, hogy ciklust kell használni, még ráadásul Dubáj ciklust is kell használni. Ide teszek egy nyitó kapcsolt zárójelet, de ő berakja a párját, nem jegyenek meg. Ezt kiszedem innen. Aztán utána ide megyek, ugye a kiíratás az majd lejjebb lesz, ez most minket nem zavar. Ide berakom a záró kapcsolatzáró jelet, tehát most azért húzza alá, mert még nem vagyok készen, mert hogy még hiányzik valami innen a do után, mégpedig a while kifejezés, hogy fel is ajánlja nekem. És a while kifejezés után ezt itt bezárom, hogy jobban lássak. Szükségem van még a zárójel párra, ugye? Ezt is berakom. És majd még ide, még be kell írnom a feltételt, hogy mit fogok megvizsgálni, és még egy pontos veszőt kell tenni, mert azt tanultuk, hogy a C-sharpban minden akkor áll a helyére, az előbb látták, hogyha valahol lezárok valamit. Na most mondom, azért húzza alá, mert nincs még semmire beírva a vájba. Na most gondolkodjunk. Mikor kell ötter osztható számot újra generálni, tehát ezt az egy sort ismételni. Hát abban az esetben, ha az ötter osztható szám nem ötter osztható. Az oszthatóság volt, nem tudom, hogy néztük, de már talán lehet, hogy láttak már ilyen példát, ha nem, akkor most megmutatom. Leírom azt az értéket, amit el akarok osztani öttel, és meg akarom nézni, hogy van-e maradéka, ugye? Mert akkor osztható egy szám egy másik számmal, ahogyha maradéka nulla, ugye maradék nélkül osztható, ezt így vissza tudok mondani. Ha nem nulla a maradék, akkor sajnos maradék nélkül nem osztható, tehát akkor azt mondjuk, hogy nem öttel osztható számát, osztható csak az maradék. Százalék operátort már viszont mutattam, és beszélgettem már akkor erről, hogy fogjuk használni, mert ez a maradékképzés operátor, tehát nem, de nem per jelet teszünk, mint az osztás jelet, hanem százalék operátort. Azt mondom, hogy milyen számmal akarom megvizsgálni? Öttel. Jó? Tehát öttel osztható százalékot, ez azt jelenti, hogy ugye, ha elosztom öttel, akkor lesz-e maradéka. Egyébként azt fogja visszaadni a feladat. Ide kell nekünk egy felkiáltójel és egy egyenlőségjel. Felkiáltójelnél azt tanultuk a C#-ban, az is egy operátor, az a tagadásnak az operátora, és ez azt jelenti, hogy nem egyenlő. Jó? Nem egyenlő, mint nulla. Jó? Miért írtam ide, hogy nem egyenlő nulla? Mert hogyha a számot elosztom 5-tel, és a maradéka 1, vagy 2, vagy 3, vagy 4, na ugye 5 nem lehet, akkor nem osztható 5-tel, vagyis vissza kell dobnom, újra kell generálnom ebben a sorban, újra meg kell vizsgálnom, és ezt addig dobálom vissza, amíg nem kapok egy 5-tel osztható értéket. Ha már a szám maradéka 0 lesz, vagyis itt az lenne mondjuk, hogy egyenlő 0, akkor ki fog ide lépni, és a következő sorra ugorva kiírja a képernyőre az ötter osztható számot. Hát ez ennyi igazából. Itt ugye az a furcsaság, hogy itt alul van ez a vizsgálat, és ide azt kell írni, amit nem akarunk. Tehát mit nem akarunk? Hogy ne legyen osztható ötter, ugye? Mert ha osztható lenne, nem csinálnám meg véve. Tehát itt ez nagyon fontos dolog, hogy ide általában hamis dolgot szoktunk írni. Tehát ha nekünk öttel osztható szám kell, akkor a nem öttel oszthatóakat visszadobjuk ugye a vizébe, kalapba, és újat húzunk. Na nézzük akkor. Startoljunk. Nem tudom, meddig fog futni. Azért egy kicsit gondolkodott, és aztán kiírja nekem, hogy 120. Jó? Hát végül is annyira nem tűnt ez olyan hosszú folyamatnak, de picit, mintha lassabb lett volna. Hát valószínűleg egy párszor lefutott ez a ciklus, nem látjuk, mert ezért nagyon gyorsan fut.
és 120 lett a eredmény, ami 5-tel osztható. Még egyszer lefuttatom, ellenőrizzük le. 190, hát az is osztható 5-tel. Az még érdekes lenne, hogy lesz-e olyan szám benne, aminek 5 a vége. Azért ezt még egyszer nem, egyelőre nem, de már nem fogom újra futtatni, mert nagyon sokáig kéne futni. De elvileg ugye olyan is lehetne, aminek 5 a vége, de most nem kaptam olyan értéket. Jó, tehát a lényeg, hogy ezek a számok már úgy tűnik, hogy 5-tel osztható számok, és akkor rögtön itt meg is néztük nagy gyorsan, hogy hogyan lehet ciklust írni, és ezt felhasználni mondjuk egy ilyen fontos dologra. Szerintem ez egy okos ciklus, amivel viszonylag jól meg tudtuk oldani ezt a problémát. Na most megint nem törlöm ki, amit csináltunk, hogy már lássuk, hogy milyen ügyesek vagyunk, tehát nyugodtan önök van kedvük velem együtt megcsinálhatják, és akkor azt ígértem még itt az előbb, hogy ne menjünk már úgy el a mai alkalomról, hogy mondjuk vagy egy kockadobást, vagy egy lottószám generálást nem csinálunk, és mindegy, hogy melyiket csinálom meg. A kockadobásnál arról van szó, hogy ugye, lehet, hogy azt fogom most választani, jó, ha nem haragszanak, úgyis az van előrébb, hogy itt most 6 kockadobást kell generálni, 6 darabot. Itt most már majd nem a Y-ciklust használjuk, hanem másikat, mert érzik, hogy mivel 6-szor kell valamit megcsinálni, ezért jó lenne, hogyha a ciklust használnánk, hogy ne kelljen már 6-szor beírni ezt az R&D Next-et, ugye? Csak egyszer. És ezért ezt fogom csinálni, hogy egy for ciklust fogok mindjárt létrehozni, és a for ciklussal kiíratom a képernyőre a 6 darab kockadobásomat egymás mellé, jó? Nem lesz nehéz a dolog, gyorsan megcsináljuk még ezt, és akkor ma már tanultunk elég sok mindent. Tehát csinálok egy kiíratást, console bright line. Most lehet, hogy megint úgy csinálom, hogy backslash-nel indul csak, hogy legyen ott egy üres sor, itt szebb lesz, és akkor itt leírom, hogy feldobtam 6 darab kockát, és ezt kaptam, mondjuk. És akkor itt lehet az is, hogy ha úgy gondoljuk, akkor például alá is írhatnánk a számokat, tehát akár azt is lehet, de ha write-ot használnak write line helyett, akkor tudják, itt villog a kurzor, és akkor mögé írja a, majd a kockadobások értékeit, jó? Na most ezt a feliratot, ezt időnként, amikor az ember ciklusokkal dolgozik, véletlenül bele szokta rakni a for ciklusba, vagy valamelyik ciklusba azt, hogy kiírunk valamit egyszer, és aztán rájön arra, hogy hoppa-hoppa, azt is lefuttatta sokszor, tehát szoktam mondani, hogy az ilyen feliratozást, hogyha valamit előre fel akarunk írni egyszer, hogy értse a felhasználó, hogy mi ez, akkor azt soha ne rakjuk be a ciklusba, tehát mindig át kell gondolni, hogy milyen sorokat rakok be a ciklusba, mert amit a ciklusba teszek, például egy for ciklusba, az biztos, hogy többször le fog futni, és azért az nem mindegy, hogy teleírjuk a képernyőt mindenféle dologgal. Hú, mi történt? Jaj, elnézést kérek, varázsoltam. Hogyan csináltam ezt a varázslatot? Ezt úgy csináltam, hogy leírtam azt, hogy for, azt a kifejezést, és amikor itt villogott a kurzor mögötte, akkor kétszer a tabulátor billentyűt gyorsan megnyomtam, ne haragudjanak rám, hogy én ilyet csinálok, meg a write line-t is úgy szoktam, hogy CV-t taptam. Ugye azért csinálom én ezt, mert hogy sokkal egyszerűbb, most gondoljanak bele, nekem be kéne gépelnem ezt az egészet. Hát jó, fejből már csak menne, de hogy alapvetően ez így sokkal jobb, úgyhogy gyerekeknek is meg szoktam ezt mutatni, meg szoktam tanítani, használják bátran. Tehát ha leírják a for kifejezést, és a tabulátor gombot kétszer gyorsan megnyomják egymás után, akkor kiegészíti. Elárulom, hogy while esetén is kiegészíti, if esetén is kiegészíti, tehát, és a CV esetén is kiegészíti. Tehát próbálgassák ezt bátran, mert azért ez segítség. Sajnos sok minden mást nem egészít ki. Jó lenne, ha a programot is megírná helyett, hogy azt nem csinálja. Na, hát azt látják, amit láttak ebben a kis jegyzetben. I értéket hoz létre, azért, mert
ez egy ilyen alap koncepció, hogy ível kezd a forciklus dolgozni, és ezt átírhatom egyébként, ha nem tetszik az i betű, akkor nyugodtan bármi más betűre, vagy bármire átírhatom, de nem szoktuk egyébként módosítani. Nulla megint a kezdőérték, mert mondtam önöknek azt, hogy ez egy alapszabályzat, hogy általában a sok minden nullával szoktunk kezdeni. De most tudják, mint az önök kedvéért, hogy lássák, hogy ezt át lehet írni, átírom egyre. Jó, tehát a kezdőérték egy lesz. Azt fogom majd mindig egyel növelni a plusz-plusz operátorral. Viszont ez a length, ez azért van ide írva, mert itt el kéne nekem dönteni, hogy hányszor fusson le ugye a ciklus, milyen hosszan fusson. És akkor én most azt mondom, hogy 6 kockát szeretnék dobni. Most ideírom, hogy 6-os. Ugye ezt most rögtön valaki érzi, hogy ez így nem lesz jó, ugye miért nem jó. Mert ha 1-től indítok 6-ig egy ciklust, akkor az 5 futású lesz. Miért? Mert nem éri el soha a 6-ot. Tehát ugye az 1-et növeli 1-jel, 2-vel, 3-mal, stb. És akkor ha már a 6-ot elérné, nem fog lefutni. Miért? Mert nem igaz ez a feltétel. Ezért ide egy egyenlőségjelet ilyenkor tegyünk be, tehát hogyha úgy szeretnék csinálni, hogy 1-től menjen 6-ig, mert mondjuk itt tudom, hogy sorozatszámot akarnak kiírni, akkor nagyon fontos, hogy az egyenlőségjelet be kell tenni, tehát ahogy mondtam önöknek, át lehet írni a forciklusnak a tetejét, mert bátran lehet itt sok mindent csinálni vele, csak mindig tudni kell, hogy mit miért csinálok, és hogy hogyan. Oké, belemegyek ide a közepébe, ez az, amit láttak, hogy ide kell írni azokat a sorokat, amiket szeretnénk ismételni. Na most itt az lesz, és akkor még egy restancián van, és ne haragudjanak, hogy visszalépek, hogy nem hoztunk létre számváltozót. Mindig létrehozok újat igazából, hogy érthető legyen. Mondjuk kockadobas. Jó legyen az a neve. Hát mert akkor ennek értelemszerűen az lesz, hogy kockákat dobálunk, és akkor innen fogják tudni. A kockadobas az jelenleg üres, nincs benne semmi, de most fogok kockadobás, az legyen egyenlő egy RND next. Most ez a kérdés, hogyha van egy kockám, annak hány oldala van, ez is jó kérdés, hiszen lehetne az a kocka akárhány oldalú. Én elárulom, hogy láttam már olyan kockát is, ami nem 6 lapú volt, hanem több lapú, vagy kevesebb lapú, én már sok mindent láttam. De ebben az esetben most 6 lapú kockával fogunk dolgozni. Jó, hát nem bonyolódunk bele abba, hogy még bonyolultabb legyen. Na most nulla nincs benne. Tehát mindenképpen kell kezdőértéket adni, mert ha nem adnék kezdőértéket ide, akkor tudják a nullát is belegenerálni, az butaság, mert nincs nulla a kockalapokon, tehát az egyet muszáj vagyok ideírni, vesző. És hát ugye 6-ot is írhatnék, de a 6-tal az lenne a baj, oda is írom önöknek, csak hogy értsék, hogy nem lenne benne soha 6-os. Tehát 6-ost nem tudnánk dobni, képtelenek lennénk rá, meg lenne kötve a kezünk, hát ez nem jó. De most úgy csinálom, hogy megpluszolom egyel, hogy ezt is lássák, hiszen ezt képzeljék el, hogy ezt ő kiszámolja, és ez működik. Tehát ezt úgy is lehet csinálni, hogy önök mindig azt a felső határt írják a next-be, amit kell csinálni, de egyel megnövelik. Jó? Tehát én, nekem van olyan tanítványom, aki például mindig így írja le, mert ő akkor nem fogja elfelejteni soha, hogy ott egyel meg kell növelni azt az értéket is, hogy azért ilyen furcsa a dolog. A lényeg, hogy van, aki ezt így szokta. Szóval a 6-ot megnövelem egyet, tehát 7-et kellett volna igazából odaírnom, és azt mondtam, hogy nem csak generálok egy kockadobást, hanem még ki is iratom a képernyőre, tehát console write lesz, úgyhogy letörlöm a line-t. Miért write lesz? Azért lesz write, mert a kockadobásokat mondjuk szó közzel elválasztva egymás után szeretnénk írni. Ha egymás után akarom, mert ugye ha write line lenne, akkor egymás alá írná, azt én meg nem szeretném. Én azt szeretném, ha szép sorba lennének a kockadobásaink. Ezért most mit csinálok? Kiírom azt, hogy kockadobás, most ilyen furcsa módszert választok. Kiírom a kockadobás értékét, és hozzáfűzök. Ilyenkor ezt az egyszerű módszert szoktam, nem kapcsolt zárójelezek,
hozzáfűzök egy szóközt, nézzék csak, plusz jellel a változó értékéhez, hozzáfűzök a kiíratásomban egy idézőjelben egy, most egy szóközt, ugye azt is lehet, hogy vesző szóközt, vagy ilyeneket csinálnak, bármit rakhatnak közé. Én most csak szóközökkel választom el a kockadobás értékeit. 6 darab dobás lesz, és a 6 darab dobásnak elvileg különbözőnek kellene lenni, és 1 és 6 között kellene lenni. Na nézzük meg, hogy valóban jól csináltuk. Minden mást is most kiír, azzal most ne foglalkozzanak, mert nem töröltem le, és itt látják. Dobtam kockát 6-szor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és valóban nem, az értékek nem kisebbek egynél, és nem nagyobbak 6-nál, tehát jó lett a dolog. Futtassuk le majd mindjárt még egyszer, gyönyörűen dobálja itt nekem a kockákat. Jó, nagyon jó, most ugye ott most kisebb számok is vannak benne. Hát ez tök jó. Nagyon tetszik. Szuper, látják? És akkor mindig 6 számot kapok. Mert ugye a ciklusom 6-szor fut le, és 6 számot fog ide kiírni. Jó. Na, hát igazából én szerintem nem fogok ennél tovább menni, mert így is, ugye a rövid példákon keresztül ugye azért sok mindent megnéztünk a ciklusokkal kapcsolatban, és már végre a gyakorlati életben is használtunk ciklust, és talán olyan dologhoz, amiből érthető önök számára is, hogy mikor melyik ciklust érdemes használni, és akkor azt csináljuk, hogy a következő alkalommal, amikor majd újra találkozunk, akkor pedig még több példát fogok hozni, és majd még egy új dolgot azért bevezetnék még itt, a ciklusok kapcsán is, meg egyáltalán egy nagyon érdekes szerkezetet szeretnék megmutatni még önöknek, mert az még egy fontos dolog itt a programozásban, és akkor ennyi lenne. Jó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, örülök, hogyha gyakorolnak, és hogyha majd természetesen lesz kérdésük, akkor majd mindenképpen kérem, hogy tegyék föl ezeket nekem. Hát minden jót kívánok, és hamarosan találkozunk újra. Viszontlátásra!